A fizikát szokták mondani, hogy néha nem eléggé életre nevel. És akkor szeretnék mutatni egy kísérletet, ami a fizika tanításához azért jó, mert ilyen motivációs kísérletnek szoktam bemutatni. Itt van egy ilyen viszonylag hitvány madzag, ami hát olyan gyönge. Mi az, aki esetleg úgy gondolja önöket, hogy el tudja tépni így? Te megpróbálod? Szerintem az rákaszkodsz, a teljes súlyod nem tépi el. Na mindegy, de megmutatom, hogy viszonylag nem bonyolult eltépni, mert hogyha az ember szépen rátekeri az ujjára, és megfogja egy mozdulattal, hogy el lehet tépni. És igazából hozzáteszem, hogy pár évvel ezelőtt volt az intézetünkben egy doktorandusz kislány, aki összesen volt 57 kiló, és ő ugyanígy meg tudta csinálni, és akkor a nyitott napokra mindig őt küldtük el, mert ő sokkal hitelesebb volt, mert azt gondolhatják, hogy én jóval erősebb vagyok, mint ez a madzag, de megmutatom, mi benne a fizika. Tehát a helyzet az, hogy egy madzagnak az eltépése, ezek az eltépése, ha így próbálkozna az ember, lehet, hogy el tudnám tépni, de hogy itt fölsérteni a kezemet, az biztos. Az első dolog az, hogy biztosítani kell, hogy a madzag nagy felületen találkozzon a kezemmel. Ezért azt csinálom, hogy átvetem a kezemen, elhúzom ide erre a hüvelykujjam felé, és ezt a felét, nézzék meg, úgy tekerem föl az ujjamra, hogy saját magára rátekerem. És akkor itt ez a madzag még úgy lett rögzítve, hogy ez biztosan nem vágja el az ujjamat. Az első kísérlet. Akkor a második, hogy visszaveszem ezt a madzagot, és akkor érdemes ezt a kereszteződést figyelni. Egy, kettő, három, négy kötélág, és ebből a négy kötélágból, aki egy kicsit a vektorok lelki világában járatos, akkor rájöthet, hogy a fele, megfeleztük az erőt. És akkor van egy következő dolog, hogy amikor én ezt húzom, ugye erre a kezemre szépen rátekerem, úgy fogom húzni, hogy itt ezen a részen nagyon kicsi íven forduljon ez a madzag. Ez azt jelenti, képzeljük el, hogy a külső ív az nagyon meg van terhelve, a belső ív szinte alig, és ennek eredményeként a külső pászmák fokozatosan fognak mindig kívülről befelé szakadni. És van egy harmadik, egy következő rész, amikor ezt én föltekerem, akkor a két kezem között valamekkora távolság van, ezzel a kezemmel fölfelé, ezzel lefelé, és egy mozdulattal, hogy eltépem. Ugye azt lehet mondani, hogy ha erőket csoportosítjuk az időbeli lefolyásuk alapján, akkor el lehet mondani, hogy van a statikus erő. A statikus erő az, amikor az ember idejön, és például elkezd így folyamatosan így nyomni az asztalt, és akkor azt lehet mondani, hogy a függőleges tengelyen az erő van, a vízszintesen az idő, és akkor ez egy vízszintes egyenes lesz, állandó terhelésnek hívjuk, statikus terhelésnek. És akkor a másik erő az pedig olyan, amikor az ember kalapál, hogy ráütök egyet, akkor van egy kis tüske. Ez a dinamikus terhelésnek hívják, és a lengő terhelés az, amikor egyszer lefele nyomom, egyszer fölfele. Tehát még előjelet is vált. Na most, amikor az ember ezt a madzagot megrántja, akkor sokkal kisebb erővel el lehet tépni, mint hogyha folyamatosan húzza az ember. Tehát tulajdonképpen a madzagtépésnek ez a fizikája arról szól, hogyha az ember megtanulja mondjuk a vektoroknak a lélektanát, akkor tényleg úgy is mondhatnám, hogy ha ezt rendesen megtanulja egy férfi ember, akkor a kocsmában nagyon gyorsan és ingyen juthat sörhöz. Látják, higgyék el nekem, hogy ezzel lehet keresni. Egyszer volt, hogy nem elfelejtettem az előadásomra madzagot vinni, és akkor bementem egy ilyen mezőgazdasági boltba, és mondtam nekik, hogy hát ugye olyan madzagot keresek, amit puszta kézzel nem lehet eltépni. És akkor mondta, hogy itt van ez a madzag, mondtam, hogy ne vicceljen. Azt mondta, ha eltépen puszta kézzel, az enyém lehet. Hát a végét tudhatják.